Elkezdjük a beszélgetést Gerő Tamás ügyvéddel. Jó reggelt kívánok! Az ügyvédekkel, a demokratikus jogállamért jogállamért elnöke. Jó reggelt kívánok még egyszer! Én még úgy azt hiszem, önnel nem találkoztam. A Judittal említettük ezt a témát. Ez egy tipikusan olyan téma, amire azt szoktuk ugye a stúdióban mondani, a nézőknek tolmácsolva, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas téma következik. Miért is? Mert ugye a Batonyai rémként elhíresült esetről fogunk majd beszélgetni. Annak apropójaként, ugye, hogy jogerősen életfogytiglani szabadságvesztést kapott ugye az egyik elkövető, aki ugye börtönben ül, M. Zoltánról van szó, és ő azt mondja, hogy olyan rossz körülmények között kell neki élnie a börtönben, hogy ő ezt kifogásolta, és 2,5 millió forint kártérítést kapott meg, amit az ő ügyvédjének a letéti számlájára kell majd elhelyezni. Itt tartunk, ez az alapállás. És hogy miért mondom ezt, bocsánat, aztán mindjárt majd engedem, hogy szóhoz jutni. Csikket nyomtak el ugye az áldozatnak az arcán, fogóval kitépték a fogait, láncra verték, leszették a körmeit, és áramot vezettek a testébe. Ilyen kínzások közepette kellett meghalnia 25 éves ártatlan nőnek. Ezt követően jön ugye a kártérítés. Jogos a felháborodása néhány embernek ennek apropója? Most tudom, hogy a jog az más. Nyilván elsőre pofátlanságnak tűnik, hogy pénzt kap egy ilyen ember, bárhonnan kártérítést vagy kártalanítást. Ezt hangsúlyozom, ez kártalanítás, és ez a jogszabálynál fogva jár neki, hogyha rosszak a börtönkörülmények. Tehát ez bárki, aki a börtönben van... Függetlenül attól, hogy mit követett el. Értem, tehát bárki, aki börtönben van, úgy ítéli meg, hogy nem jók a körülmények, tulajdonképpen elindíthat egy ilyen folyamatot, egy kártalanítást. Igen, hát ez nem elég, hogy ő úgy ítéli meg, hanem nyilván az adott bíróság is, a megyeszékhelyen működő törvényszéknek is így kell megítélnie, és egy panaszt is kell benyújtani a börtönnek. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog az egy olyan veleszületett jog, ami mindenkinek jár, még annak is jár, aki egyébként ezt nem tartja tiszteletben, és másnak az életét elveszi, vagy nem tartja tiszteletben másnak az emberi méltóságát. És az emberi méltósághoz hozzátartozik az, hogy senkit nem lehet kínzásnak, vagy embertelen megalázó bánásmódnak alávetni. Még az sem, aki azért ül börtönben, mert ő pont kínzással gyilkolt meg mondjuk valaki. Igen, ez egy furcsa paradox helyzet. Én azt gondolom, hogy egy ilyen szituációt is át lehet fordítani abban az esetben, hogyha például a sértett családja kártérítésért folyamodik az elkövetővel szemben a bírósághoz, mint ahogy a Szögi Lajos családja esetében is ismerjük ezt a történetet, akkor ehhez a pénzhez például hozzájuthatna a sértett családja is, természetesen akkor, hogyha ilyen jogorvoslattal vagy ilyen igénnyel fellépett korábban. Tehát ezért azt gondolom, hogy érdemes ügyvédhez fordulni a sértett családjának, hogy hát ha ezt a pénzt esetleg megkaphatják ők, mint fájdalomdíjat, ilyen szempontból nem feltétlenül biztos, hogy ez a pénz, hogyha van egy ilyen igény, vagy volt, akkor ez valóban ez a borzalmas emberhez, ez az elkövetőhez került. Ügyvéd úr, hadd kérdezzem arról, hogy csak hogy mindenki számára kicsit érzékelhetővé tegyük, hogy a börtönben a nem megfelelő körülményeknél általában, ugye ezt a konkrét esetet én most nem ismerem, talán még ön sem, de hogy mit nem, az lehet, ügyhez nincs közöm. Tehát azt de tudom, csak hogy a sajtóban esetleg ön olvasott, vagy a kartársaitól esetleg hallotta, de hogy alapvetően mik azok a feltételek, amire azt mondja, hogy fogva tartott, hogy ez itt annyira nem jó, hogy nekem ezért pénz jár. Igen, ez meg van határozva a jogszabályban. Korábban a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság elmarasztalta sok esetben Magyarországot. 2 éve már magyar törvény, tehát a büntetés végrehajtási törvény írja elő, hogyha nincs meg az a megfelelő élettér, ami mondjuk egy fejenként 4 négyzetméternek felel meg, vagy nem megfelelő az illemhely, tehát az illemhely ott van például a szobába, vagy nincs megfelelő fűtés, vagy világítás, vagy a rovarírtás nem megfelelő, poloskák vannak a szobában. Ilyen esetekben járhat a kártalanítás. Mi tehát, mindennek tehát kell összejönni? Maga ahhoz, a fogvatartás hogy... jogszerű, de annak a módja az nem felel meg az Európai Uniós szabványoknak. Hadd kérdezzem nagyon laikusként azt, hogy mindenbe van árazva, ha a rovarok, csótányok mászkálnak az
most nem akarok összeget mondani, de ez x forint, ha nincs meg a 4 négyzetméter alapterület, akkor az megint x forint, és akkor az eltelt idő arányában lehet ezt beszorozni. Ez ilyen napi 1-2000 forint összeg, amit nyilván fel kell szorozni az adott napok számával. Ez a 2,5 millió, ez úgy jön ki, hogyha mondjuk 1500 forintot veszek egy napra, akkor azt felszorzom 365-tel, azt megszorzom mondjuk x évvel, és akkor így elég könnyen kijön ez a 2,5 millió forint. Egy másik dolog, ami úgy felmerült bennünk, ugye nem megfelelő körülmények közt indította ezt a kártalanítást az elkövető. De ilyenkor miért olyan az állam, miért olyan a jogrendszer, hogy akkor ezt annak az illetőnek adják meg? Most tudom persze, mert hát hiszen ő kifogásolta, de akkor miért nem mondja azt az állam, hogy rendben van, tényleg ezek a körülmények kifogásolhatóak, akkor mi ezt a pénzt most ennek megoldására fogjuk fordítani? Ilyenkor az állami képviselő, ami az igazságügyi minisztérium, mindig megvizsgálja azt, hogy van-e esetleg olyan tartozás az elkövetőnek, amit megelőzően ki kell fizetni, akár lehet ez az eljárás során felmerülő bűnügyi költség, hogyha például ilyen bűnügyi költség tartozása van, akkor elsősorban ezt az összeget kell majd kiegyenlíteni. A másik dolog pedig azért azt is hozzáteszem, hogy nem minden börtönben vannak ilyen rossz körülmények, tehát vannak Magyarországon új börtönök és Szombathely, Tiszalök például, ahol úgymond Európai Uniós szabványoknak megfelelő körülmények vannak, de még mindig vannak olyan körülmények, mondjuk Mária Nostra, vagy mondhatom a Szegedi Csillagot, ahol sajnos túl zsúfoltak, és ha nyilván börtönöket építene az állam, új börtönöket, akkor utána nem kellene kártalanításra fizetni. Még egy utolsó kérdés, ugye M. Zoltánnak kapcsolatban, aki ezt a brutális gyilkosságot ugye másodmagával elkövette, intelligens és művelt embernek tartják, vagy tartja ugye a saját ügyvédje, rendszeresen tölt ki a többieknek is kártalanítása iránti kérelmet. Aki egyébként perújításon is gondolkozik, ez milyen időintervallumra tehető ön szerint? A perújításnak nincsen határideje, de ahhoz valamilyen új bizonyíték kell. Egy ilyen brutális gyilkosságnál, amit gondolom, hogy megfelelően bizonyítva is volt, nehezen tudom elképzelni, hogy ez sikeresen működjön, de igazából én is a sajtóból értesültem az ügyről. Érdekes, hogy volt korábban Battonyán egy másik brutális gyilkosság, ahol egy elkövető már jó maga a viselet miatt szabadult, ez volt a Battonyai rém. Igen, igen. És aztán utána újból ugyanazt elkövette, miután kijött a börtönből, és aztán ezek az emberek már ténylegesen életfogytiglan ott kell, hogy tartózkodjanak a BV-ben, ami aztán szintén egyébként a Strasbourg-i Emberi Jogi Bíróság szerint lehet az emberi méltósággal ellentétes, hogy nincs esélyük a szabadulásra. Innen folytatjuk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.